Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, önök a Zumbum adásunkat látják, és folytatjuk a beszélgetést kedves partneremmel, barátommal, dr. Szilák László professzorral, hogy mit kívánunk tenni, vagy mit szeretnénk a, eznek a szavazásnak a végén, erről majd a beszélgetésünk végén bővebben is lesz szó, úgyhogy kérem a kedves nézőket, hogy figyeljék, hallgassák végig ezt a műsort, és hát értelmezzük közösen a, a 13 plusz 1 pontot. Nagy tisztelettel kérem a kedves nézőket is, hogy a videó alatti kommentekben mondják el a saját véleményüket, és nyilván arra is, hogy ha egyetértenek a kérdések zömével, akkor töltsék ki önök is minél előbb ezt a szavazó űrlapot, és ne tartsák titokba, hívják fel rá a figyelmet a környezetükben. Na hát most a frissen meghirdetett akciónk a készpénz jön, mert a hármas kérdés az, hogy egyetértőn azzal, hogy a kormány ki akarja vezetni a készpénz használatát, és helyette csak a jegybanki digitális fizető eszközt akarja engedélyezni. Laci, mit gondolsz erről, hogy ez így... Meg hát látva az egész történetet, hogy ez hogy alakul? Hát persze, hát... Ö... Volt egy nagyon jó film, most is van, el lehet érni, Én mindenkinek ajánlom, nézze meg az Utópia című filmet. Ez egy ilyen 10 perces kis filmecske. Ez a... Teljesen jó, igen. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó, és őt aztán rávilágítanak, mi a digitális rámpalampolgárság, mit jelent a digitális pénz, addig mit jelent? Hát például nem indult el a kocsi, amíg belem dugta a saját hitelkártyát. A feleségéért már büntetés járt, és még el is vette a hitelkártyát. Tehát minden büntetés, mindent, amit ő csinált, csak a saját hitelkártyájával tudott elintézni, mert ha már más intézte volna azzal a hitelkártyával, akkor büntetés jár érte. Na most hát a kanadai sofőrök esetét ezt már szerintem sokat ragoztuk, hogy egy gomnyomással minden pénzüket, megtakarításokat, vagyonukat zárolták, a... Nullázták igen, a igen. számlájukat. Tehát meg ez... akik támogatást küldtek, azok... És később le... így van, azoknak is, akik támogatást és támogatták, a... mert a lényeg, aki mégis se tudta, vagy nem hallotta annyi, hogy a Covid alatt a kanadai kamionsofőrök egy nagy sztrájkba kezdtek, a lezárások miatt, meg az egész intézkedés sorozat miatt, és akik részt vettek a sztrájkban azoknak, ahogy említettünk, mindenüket elvették, törölték, majd akik segítették őket, és meleg teát, szemvicset vittek nekik, nekik is törölték a számlájukat. Ő. És ennek a másik legnagyobb példája, amit Kínában csinálnak, és ez megint a digitális állampolgársággal is összefügg, abban a pillanatban, hogyha te rossz fiú voltál, rosszat szóltál, akkor pirosra változott a te jelzésed. És te karanténba vonultál, illetve jött érted a karhatalom, és elvitt. Kész. Ilyen egyszerű. Itt szeretném bemutatni a kedves nézőknek, hogy van egy ilyen, kész, egy ilyen matricánk, hogy fizes készpénzzel, és van ugye egy weblapunk a készpénzzel.hu. Most már egyre több helyen ragaszgatják ki ezeket a matricákat az országban, és ez itt most tényleg a reklám helye. Hála Istennek egyre többen kezdik érteni, hogy, hogy meg kell őriznünk a készpénzt. Hangsúlyozom, nem mi nem azt mondjuk, hogy ne legyen elbankolás, mert valóban kényelmes otthonról adott esetben elintézni, és nem a postán sorbálni, de amit otthonról intézünk, így digitálisan a gépünkről, mert már rendelhetünk élelmiszert, ezt-azt, amazt, mindent, de elveszítjük a kapcsolatot az embertársainkkal. Én például, amikor elmegyek a kisboltba, én szeretek egyet beszélgeti az eladóval, kérdezni egyet tőle, viccelőd, Emberek vagyunk, nem? Hát szükségünk van egymásra. Hát mondjuk Budapest az egy borzasztó hely, mert itt ugye, tehát ég és föld a vidéki emberhez képes. A nagyvárosi lét, hát gondolom nem csak Budapesten, Szegeden, Pécsen, Debrecenben, Nyíregyházán, Miskolcon szerintem hasonló lehet a, a városi lét, mert az emberek már tartanak egymásra, és mindenki így be van gubózva, de azért mégis meg lehet nyitni az embereket. Talán ezt is túlbeszéltük, meg... meg Jó, mert a következő Meg a, a Nexus TV, illetve a, a fizeskészpénzel.hu oldalon van egy fórumunk is, ahol most már az odaérkezők kezdenek elkezdtek beszélgetéseket témákról, és hát ezem a Zuckerberg úr szerverein fut, úgyhogy itt nyugodtan ki lehet tárgyalni a dolgokat. A következő a négyes kérdés. Egyet ért ön azzal, hogy a kormány az országunk termőföldjeit idegen országokból érkező tőkéseknek adja, hogy környezetszennyező beruházásokat, például akkumulátorgyárakat építsenek rajta, a helyben lakók megkérdezése nélkül. Te mit válaszolnál erre? De nem is az a kérdés, hogy mi, mi, mi elmondtuk hát százszor, hogy semmiképpen nem lehetne szabad, sőt, meg kéne már állítani, mert eddig az volt a divat, ugye, hogy a zöldmezős, zöldmezős beruházások, de most már annyi zöldmezős beruházás van, hogy már nincsen zöldmező. Ez a, ez a véleményünk, ugye? Hogy már, és a, a, a a termőföldet, és azt eladják a hollandoknak például. Tehát az, hogy a helyben jön. lakók megkérdezése nélkül nem nem csak a helyben lakók, hanem az egész ö, országunkat érinti ez, mert az áramhiány majd egyetemleges lesz, és mindegy, hogy most a Debreceni akkumulátorgyár miatt, a kisteleki akkumulátorgyár miatt, vagy a, a nem tudom, a tatabánya környékérés terveznek, vagy már van is, vagy vagy akár a, ami ott van Göd környékén, már kettő lesz ott is, vagy már van is. Tehát lényeg az, hogy meg a komára, meg a győrkönyv, stb. sotolhatjuk, rengeteg akkumulátor rá lesz, de ezeknek akkor energiaigényük van. Hogy ezt nem fogják tudni kiszolgálni. Plánál mindegyik elkezd majd teljes kapacitással termelni, tehát biztosan lesz áramszünetünk is. És még nem csak az a probléma ebben hallom, és a, a, a rádióban a rádióban sok vetülete van. De például most az, hogy akkor már itt napkollektorokat rak föl a jó is, szóval mindenki a házár, és akkor már hozná, tolná, de azt tudjuk, hogy ez, ez egy, egy egyenáramú probléma, hogy amikor. Van, nem lehet tárolni, szóval bonyolult a dolog, de a lényeg az, hogyha még nem tudom én hány paksom paksi, paksi még megcsinálnak egy-két ilyen részét, a hálózat nem bírja. A, az, a, a vezetékrendszer, amit uh, még az átkosba építettek, mert ez is döbbenetes, hogy küldi neked az MVM a számlát, hogy ennyi <laughs> a áramdíja tartozol hozzá, és akkor tudom én, hogy... De azt az infrastruktúrát, amit ő kezel, azt nem ő építette. Szóval az a. a... Sem, meg, meg neki kellett volna felújítani, és ha megnézed, az áramárának a nagyobb része vagy a tetemes része a hálózat használati díj. A, igen. És ez a neve. Ez jázsi... megy a pénztáros lölőnek. Úgy van, jázsi kisimre előadásait tessék visszakeresni pár évvel ezelőttről, innét is kívánunk is Imrinek lábadozás, gyors lábadozás, javulást, és köszönjük mindazt, amit értünk tehát Ezekre felhívta a figyelmünket. Ja, még egy érdekes adat ehhez, mert szerintem ezt mindenki végig tudja gondolni, nagyon egyszerűen, hogy hogy, hogy tényleg szükségünk van nekünk erre, és akkor a Panamákra is hadd egy kicsit, hogy azért úgy van egy kisebb városkában, nagyobb községben, hogyha belkóstol egy ilyen külföldi tőkés, akkor az megkeresi a polgármestert, lezsírozzák a, a bulét, és akkor létrehozzák a vállalkozást. És a polgármesternek hát, hát biztos, hogy valami oka van, amiért annyira szereti ezeket a környezetszennyező. Én tényleg nem akarok vádaskodni meg egyéb, de hát kon Konkrét példákat tudok felsorolni, tehát konkrétan el tudnánk menni kamerákkal felvenni, csak nincs rá energiám, mert hogy kevesen vagyunk. Somogyban felépítettek angoloknak egy egy tehenészetet, ahol nagyon szépen a somogyi dombokon, bio marha tenyésztés van, vagy tejtermelés van, és nagyon szépen ellátják őket és nagyon jól működik, nagyon értékes helyett 2000 marhaza, 2000 tehén termeli a tejet naponta, összeszedve a mindenfélét ott a somogyi Domságokon, már ugye egészséges táplálékot, csak hát ez, ez két angol farmeri ez a beruházás, és hát a, amit ott megtermelnek profitot, azt viszik haza. De még nem ez a slusszpoén, hanem az, hogy ott felépítettek a, az üzem mellett egy kis lakótelepet, mert hogy Afganisztánból, meg vagy Pakisztánból, meg Indiából hozták oda azokat, akik hát talán gondolom fele pénzért, vagy nem tudom miért, vagy hogy ők szorgalmasabbak, mint a somogyi paraszt, nem tudom, hogy miért, de ott nem dolgozik helyben lakó abban a, a, az üzemben, mert megoldják e, ilyen import munkaerővel. Szóval ez, ez döbbenetes, és akkor itt szeretném felhívni a kedves nézők figyelmét arra, hogy jövő szeptemberben helyhatósági Választások lesznek. Az utolsó lehetőség ismét szeretném elmondani arra, hogy valóban olyan embert válaszol a település, település vezetőnek, aki valóban a közért tesz. Keressenek maguk között, még van rá idő, és ne a szerint szavazzanak majd, és ne a szerint válaszanak, hogy ki melyik pártnak a színeiben indul, kit érdekel, sőt, Éngem kifejezetten zavar, ha a polgármester jelölt valamelyik pártnak a, a jelöltje, mert akkor az a párt érdekeket fogja kiszolgálni, és nem a helyben lakók érdekeit. Hány, ott van Debrecen, amikor hallottunk róla, hogy for, forrongott a lakosság egy kis része, aki értette, hogy ide ne hozzatok akkumulátorgyárat. Hogy lett lesöpörve? Hogy el lett tüntetve? Mert a fideszes városvezetés az eldöntötte, megállapodott a kormányjal, a koreaival, vagy a kínaival, mert azt hiszem, hogy kína is, meg korea is lesz. Lebótóták, és ez most már el van döntve, épül. Egyik kedves ismerősöm ott lakik az egyik akkumulátorgyártól, nem tudom én, 4-5 kilométerre. Most építette fel három éve a vadonatúj házát. Rengeteg pénzbe letett élete, megtakarított mindenét, és ott van is mondja nekem, hogy nézz, Zoli, én itt nem szeretnék lakni, mert nem kell nekem a lítiumszennyezés, meg az ilyesmi, de nem tudom eladni a házat most már. Igen. De Győrből ugyanígy elmondja az ismerősöm, hogy ép házat megcsinált, és ott van tőle két-három kilométerre, kilométerre építik a, mi a fenét. értéktelen lett. Elköltözött már onnét, üresen áll a lakása, és abban reménykedik, hogy majd a vendégmunkások, akik majd dolgoznak, mert hát a. Majd, hogy annak kiveszik a cégek, hogy annak ki tudja adni, mert egyébként gyakorlatilag le is bonthatná. Igen. Itt tartunk. Igen. És mindez a megkérdezésünk nélkül Igen. nem csak országos szinten, hanem regionálisan vagy településenként sem kérdezik meg tőlünk. És addig, amíg ilyen párt struktúrált városi vezetés lesz, addig ez. Akkor ez így lesz, ha a főnök hmm. megmondja ott föntről, hogy gyerekek, most nekünk az, az van, hogy hozzuk az akkumulátorgyárakat, mert azok jók, akkor hozzuk, vagy akármit, minden gumigyárat, akármit, csak, csak ne nálunk maradjon a profit. Biztos hallottad a Makói kontinentál esetét. Jöttek a vendégmunkások, akkor őket betanították a magyarok majd most már tömegesen mondják fel a magyaroknak a, 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 munkaszerződését, mondva, hogy hát gyerekek, most már nekünk jobb a külföldi, ti megtanítottátok őket, most már ők dolgoznak fele bérér. pont. Világos. Ide Budapestre is hozzák a filipino sofőröket. Ezt mondtam, Zoli, ez a, ez, a, ez a, vicc lényeg, amivel kezdtem az egészet, hogy most akkor, ha, ha, ha most onnan nézik, akkor ez nem ugyanolyan migráns. hogy nem. De, a... de nem, az nem, mert, ha, ha, ha már rágyújtottam, és közben olvasom a Bibliát, azt már lehet, de bibliolvasás közben nem lehet rágyújtani. Hát, az már megszentségtelni. Tehát most, ez most, ez mi, most ha a kinnál a kerítésen és rázza kerítést, akkor az már rossz migráns, ha én behozom ugyanazt a migráns, az már jó migráns. Bizony, bizony, bizony. Teljesen Na... más. Jó, legyen a következő. Ötös, ötös pont. Egyetértőn azzal, hogy a nyugdíjasok két harmada a létminimum alatti nyugdíjat kapja. A kérdés volt tovább, eredetileg hosszabb volt, mert hogy van egy rétege, mert hogy a statisztika szerint egész jól jön ki ez a nyugdíj átlag, mert a, a vannak, jó, van egy kis kör, amelyiknek milliós nyugdíja van. És amikor százalékban emel a kormánya, pótol a nyugdíjan, akkor a, a a 80 ezer forintos nyugdíjat kapó emberke számára az az 5 az csak 4 ezer forintot jelent, de az 1 milliós nyugdíjasnak, vagy 1 milliót kapó nyugdíjasnak, hát azért az, az nem tudom, 50 ezer forint. Szóval annyi majdnem mind a kis nyugdíjasnak a, nyugdíja. az egész nyugdíja. És hát sajnos az a helyzet, hogy a nagyon sokan élnek uh, nyugdíjasok, akik szorgalmasan, és arról, hogy ők átkosba értik a felnőtt korukat, arról nem ők tehetnek te. <coughs> uh, dolgoztak, <coughs> mint állat, közveszélyes munkakerülésért uh, lehetett börtönbe menni, ugye, 88 előtt, vagy valahol nem tudom, vagy mikor szünt ez meg, de akkor még volt ez a KMK, ez volt a... Uh, tehát mindenkinek dolgozni kellett. Most most valahogy ez teljesen más van, de engem felháborít az, hogy én is most már nyugdíjas vagyok, én már valami, nekem már valami jobbat számoltak, de a, de a, hát a, a nevetséges, amit kapok, de amikor kiderül, hogy akik előttem 5-10 évvel már nyugdíjban mentek, és megtudom, hogy ő hogy ő mennyi pénzt kap, és még az enyémtől is jóval, jóval kevesebbet, akkor egyszerűen kinyílik a bicska zsebembe. Mert egyébként meg a propaganda az, hogy megbecsüljük a, az időseket, a szépkorúakat, és akik az egész életüket nagyon érdekes, hogy töltögetik már ki a, a, ezeket a, az, ezt az évet, és el megjelentek itt is ezek a másik oldalról ezek a, a valamik, mert már töltött ki egy olyan szavazatot, hogy ő szerint ez így rendben van, hogy a nyugdíjasoknak ilyen alacsony a, a bére. Hát igen, Zolj, de én csak annyit mondok neked, hogy te még örülj, mert te még legalább valamit kapsz, de, de lehet, de, hogy én már semmit nem fogok kapni. Teljesen mindegy, hogy mennyi volt a nyugdíj alapom, majd mit fizettem be. Egyébként is én pont most volt valami beszélgetés közgazdászokkal, és azt mondták, hogy hát ugye a kormányunk és pártunk a magányugdíjpésztárakat ugye egy az egybe lenyúlta. Persze. Nem csak azt. Na jó, hát ezt úgy nem jó, de is azt lenyúlta. De ez csak a nyugdíjasok miatt mondtam. Ebben is egyébként az a döbbenetes még, hogy beszélgetek 40 30-as, 40-es éveiben járó fiatalokkal, és eleve, amikor nyugdíjra kerül a sor, akkor eleve olyan jövőképük van, hogy hát ők már tudják, hogy ő nekik nem lesz. Igen, igen, igen. De azzal, hogyha ezt tudomásul veszük már így 30-40 évesen, akkor meg is teremtjük. Akkor az úgy is lesz. Egyszerűen csak teljesítik a kérésünket. Tehát, kedves 30-40-es korosztály, hogyha ti nem akartok nyugdíjat magatoknak, akkor ezt így szugeráljátok, hogy nektek már úgy se lesz, csak az úgy lesz. Kért és megadatik. A következő kérdés. Egyetért azzal, hogy a kormányunk muszáj volt beletennem. 1989 óta nem teszi nyilvánossá a magyar közvagyon leltárt és ellenőrzés nélkül osztogatja a magyar nép vagyonát azóta is. A kormányaink, tehát ez most nem Online. a regnálóra szól, az összesre. Igen. A, a, mostanira is, mert mondom, elém került egy, egy írás, egy dokumentum, tehát nem egy ilyen plegykarovatból, hogy a múlt évben 20 milliárd forint értékű állami vagyon ment át egyes alapítványok tulajdonába nulla forintért ezek az alapítványok, meg ezek az egyesületek is már nagyon szövevényesek, szóval azért most már a, ezt a pénztáros vagyont azért nem ártana kivesézni, mert azért az úgy nem tisztességes, vagy szóval az úgy nem tudom milyen egyszerű emberi aggyal felfogni, hogy mondjuk pár év alatt egy ilyen központi fűtés, gázszerelő egyébként a 6 milliárdos vagyonát meg tudja tiszt szerezni 60 milliárdra. Szóval azért az nagyon zseni. Te, ez a ki a Twitternek, vagy ennek az X-nek a tulajdonos, -e? ez az amerikai fiú, ez a, a Tesla-nak a Elon Musk. A Musk, igen. Azért lehet, hogy még egy így folytatja ez a, ez a lölő, és a Musk is fel fogja keresni, egyrészt gratulál, meg megkérdezi, hogy mi a trükkje. Mert szóval ezt a dinamikát azért még egy ilyen Elon Musk is megirigyelhetné, ahogy ez fejlődik. Na most, de nem csak ez a lényeg, hát a, a rendszerváltáskor azonnal kifosztották az országot, és azóta is folyamatosan minden regnáló hatalom az állami vagyon kárára, a mi közvagyonunk kárára herdál el, és tesz magának egyéni kis kompenzációkat. Te hogy vagy ezzel? Mennyire érzékeled, Laci? Vagy hogy ez így rendben van, hogy nem is kell, hogy beszámoljanak, hogy mit csinálnak a a dolgainkkal? Nem, nem, egyszerűen nem lehet nyomon követni, nekem csak a Mátai hőerőmű sorsa jutott eszembe. Ugye az volt, akkor azt eladták, mert hogy privatizálni kell, akkor, akkor utána visszaprivatizálták, reprivatizálták, hogy ahogy ők mondták, aztán megint eladták, azt me most, meg... most azt sem tudom, hogy ki ez tartozik, mert hogyha a legutóbb pénztárosul örülőhöz tartozott volna, de lehet, hogy már mégse, már a MVM-hez, nem tudom, tehát nem, Zoli, ezt nem lehet nyomon követni. Nem lehet. Ez nem, olyan, mint hogy hogy minek kellett megvenni például államnak a Vodafont, jó, megvette a Vodafont, de most miért jó volt, hogy megvette a Vodafont, azt nem tudjuk, valakinek biztos nagyon jó volt, nem tudom, tehát úgy, úgy hát átláthatatlan. Mesterség, mesterséges intelligenciához biztos, hogy ne legyen uh, ilyen konkurencia, de igaz, pont ez a lényeg hogy 89 óta nem adják, de azért az valahogy még az átkosban, látod, ez mintha tisztességesebb lett volna egy ilyen pici pontocska, hogy ja. ott, ott minden évben elmondták, hogy mennyi a, a népnek a vagyona, milyen eszközeik vannak, és hogy mi történt én, vele, én. és most már nem tudni, mennek el nemzeti parkok, magántulajdonba, kastélyok, azó, o... hát a kastélyok, ezek a műemlékek. Na, emléket. hagyjuk Zoli, menjünk tovább! Tehát nyílik a bicska, na komolyan. Nyílik, persze nyílik, meg már te is egy, de egy fiatal szép... motoros vagy, mint én. Hányszor vettünk már meg egy pár bankot? E, ja. <laughs> Tehát a Budapest bankot legalább háromszor már megvettük, mert mindig csődbe megy. És mindig mi fizetjük ki. De ez az, csak hogy eszembe jutott, de egyébként, majd te mondtad, hogy mennyi minden van, hát, hát csak a bankokra gondoltam, hogy. Tehát én nem is tudom, mondjuk a Nemzeti Bankot is már szerintem megvettük vagy kétszer, mert nem mondják, de biztos is, hogy csődbe is volt, és a mi pénzünkön él, van minden bank is, mert hát miből másból lenne pénze? Szóval a lényeg az, hogy ez így nincs jól. Nézzük nincs. A, a hetes kérdés egyetértőn azzal, hogy a maradék termőföldjeink haszna, ez megint a veszőparipám, nem az abban a tájban az ott élők javát szolgálja, hanem néhány tucat új földbirtokos vagyonát növeli. Hogy kik ezek az új földbirtokosok, erről lehetne egy listát csinálni, és az előző kérdéshez is, meg ehhez is azért úgy szeretném úgy javasolni a kedves nézőknek, hogy egyébként lehet, hogy a nagyképet eltitkolják előlünk, de a, a, a településeken lakók, ha kis közösségeket létrehoznak és kicsit kutakodnak, akkor a település határai, tehát a hozzátartozó területek határait, azt hogy végig tudják ám nézni tulajdoni lapokkal, meg egyebekkel, hogy hogy változtak ezek a tulajdonok, és hogy mikor, milyen szerződésekkel kerültek idegen kezekbe. Szóval mit gondolsz erről, hogy, hogy vannak ezek az új földbirtokosok? Nem, nekem, meg, nekem ilyen sztorik szoktak eszembe jutni, mert volt, nem tudom, hogy még van-e, de volt egy ilyen törvény, hogy csak olyan vásárolhat fölteletet, aki legfőjebb 20 kilométeres körzetben lakik. Na most ezek után kis hantos, azt nem biztos, hogy ott hol van, ott van hantos mellett, mindegy. Nagy ö... hantos mellett, kis hantos, no, normális, oké, okay. na bocsánat. Hát ezen, de a hantos, de, de mindegy, mész... Ö... Dunaföldvártól Székesfehérvel fele át, akkor érinteni fogod. Nem lényeges, körülbelül mindegy, pestő van mondjuk egy olyan 80 kilométerre, vagy 100 kilométerre, és a Kishantorson volt egy nagyon jó biogazdálkodás. Na, annak a földteretét kisajátították, és megvette egy balasagyarmati kis gazda, és mm -hmm. mindig eszembe jut, és mondom is a, a családomnak, amikor arra járnak, hogy na, akkor most értünk Balasagyarmat 20 kilométeres körzetébe, ami alig 150-180 kilométerre van ide, térkép szerint, de úgy a magyar törvények szerint csak 20 kilométerre. Körülbelül ennyit, tehát bármit bárhova ki lehet játszani, ha ők úgy akarják. Ennyi a véleményem egy újszülöttnek minden vicc és már beszéltem erről, de most megint felelve, mindig felelve elevenedik az emlékeimben ez az élmény, amikor abonyban meglátogattam kedves barátomat, királyi Izabellát, aki mondta, hogy bemutatta nekem, ha már egyszer ott voltam, abony, meg a környéket, és mondta, hogy hát ebben az abonyban van 13 kastélyán, pedig ez egy kisvároskal. Szólnak a... mellett egy 20 kilométerre. Így van, ceg... igen. Sose és leesett... értettem egyébként, hogy a máj felhozott, hogy például Abony, aki teljesen szolnokra épült, az még nem szolnok megye, de nem, ő Pest megye egyébként. Pest megye, igen, igen, meg Cegléd is. És, és akkor így leesett az állam, hogy 13, azt mondja, több volt, csak most már ennyi van, azért, mert itt ezen a környéken van a Kárpát-medence legjobb humusz, a legjobb földje. És akik itt gazdálkodtak régen, amikor még rendesen az ott lakók gazdálkodtak, azok annyira vitték, hogy kastélyokat tudtak építeni maguknak. Mondta Izabella, hogy menjünk át a szomszéd faluba, mert megmutatja nekem, ott hált meg Árpád atyánk egyszer, és az emlékére ott építettek egy halmot, ez az Árpád halom ott a falu közepén, tetétlen a település neve, azt hiszem. És elmentünk oda, és hát egy 5-6 kilométer a két település között, és néztem jobbra-balra, fa, semmi, egybe szántott, nagy, fekete, ez tavasszal volt, még fekete termőföld, sú, gyönyörű volt, de az úgy olyan, amire a mindenhol, és akadálytalanul lehetett látni, nagy egybe. És kérdezem, hogy. És mi ez? Tehát hogy, hogy ez ilyen, ilyen egybefügg? És mondja az Izabel, hát az a helyzet, hogy egy országgyűlési képviselő szerezte meg ezeket a földeket, de most már az Alzheimer kóros, a lánya intézi ennek a földeknek az ügyeit, ott fönt Pestről, hát könnyen el tudja intézni egy-két telefonnal az egész évet, le tudja. És akkor bementünk a településre, ami egy pár száz fős kis falucska, és azt láttam, hogy ott a húsz éves nyomort, hogy ott bomlik, romlik minden, a szerencsétlenedik, a házak mögött már nincs kert. Nem tud, ha akarna se tudna, hogy már le is szoktatták az embereket arról, hogy egyébként a földdel foglalkozzanak, természetesen nem volt egyszerű, de sikerült a csábítása, meg a, fa, a város, a gazdagság helyben semmit nem tud csinálni. Egy kis bolt, ilyen kis, most minden bomlik, omladozik. Szóval én azt gondolom, hogy az, hogy a, a, az a. Földterület, ami egy település körül, körül van, és amit, amit nem lehet megváltoztatni, tehát a települések nem tudják egymásnak átadni a földeket. Ezek rögzítve vannak a, a térképeken. Eh, annak a hasznából, tehát azt a jóisten azért adta, és azért élhetünk ott rajta, hogy az ott élők műveljék és szedjék a hasznát. Eh, eh, na, nyolcas kérdés. Egyetértően azzal, hogy a kormányaink hagyták felszámolni a magyar élelmiszerfeldolgozó ágazatot, emiatt Magyarország lakossága már nettó élelmiszer behozatalra szorul, mert a hazai mezőgazdaság és feldolgozó ipar nem képes ellátni bennünket. Ez több kérdés is volt, mert ebben benne volt az, amiket feszegettünk is. Szóval ez csak a összelet gyúrva így egyre. De ezzel kapcsolatosan is, Laci, nagyon szeretném, hogyha elmondanád a véleményedet. Hát nézd, a, csak annyit mondok egy kommentnek, hogy a kedvenc Balatoni Szeretünk és a Győrikex Made in Poland, azaz Lengyelországban készült, akkor nincs hozzád fűzni való. Tehát akkor hogy legyen Győrikex, hogyha Lengyelországban készül? A Tomi Mosópor Meg termék, azt hiszem. Hát az egy másik, de már az is ki. De, de a lényeg az, hogy hogy, 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 így, ahogy mondod, összes cukorgyárainkat kivéve talán Kaposvári, nem tudom, hogy az még az, az igen, igen, az, az hát Azért, na, azt megethetni kéne cukorrépával, azt meg már nem finanszírozza, de mindegy lényeg az, hogy bár most jó lett volna rá az idő, mert most eléges is, de lényeg az, hogy valóban így, ahogy mondod, gyakorlatilag mindent leépítettek, és hát most még Lengyelországból, de holnap már lehet, hogy Ukrajnából fog bejönni minden. És ez kapcsolódni fog a következő, a kilences kérdéshez is. Felszámolták, hagyták felszámolódni a felvásárlókat. Hát ők hatták el. Ők adták el. Hát ez a nagy kereskedelmet a és a kiskereskedelmet. És most akkor, amikor ezt a tudjuk, mert tudjuk, itt-ott egy-két közgazdász elejtett ilyen mellékmondatot, mondatot, hogy ez az infláció, ami ebben az évben az élelmiszerárak drágulását hozta, gyakorlatilag a kiskereskedelmi láncok, nemzetközi kiskereskedelmi láncok haszon lefülözése volt. Belenyúltak a pénztárcánkba rendesen. És a kormánynak eszköze sincs hozzá. Ráadásul az a döbbenetes, hogy ezek a multinacionális kereskedelmi láncolatok, amelyek itt már megöltek minden hazai kiskereskedőt, szóval ezeket egy-két ilyen éjjel-nappalos kisboltot vergődik a valahogy, de, de ezek lefelőszek, akiket mi éltetünk, tehát ez nagyon fontos, hogy senkinek nem tartanak a fejéhez szatyr, a pisztolyt, hogy itt ebben a, ebben a nagy csillogó áruházba vásárolja, és döbbenetes, mikor egyébként pár dolgot kell venni, az ember elmegy oda autóval, végig tolja a kosarát, megy benne 5 kilométert, mire odaér a pénztárhoz, ahol meg már nincs pénztáros, hanem saját maga ott vele, hogy akkor kimérje, hogy akkor most a, a kiflinek, a, a, hogyan tudom, jaj, meg a, a, a foghagymát hol találom meg, meg a, sem ja, már lassan. Igen. Úgy kellene, hogy egyébként ezeknél kitennie az, hogy, hogy pénztáros képzés. És akkor ezek a kedves te, kó, meg társai rajongók, ezeknek akkor kellene ilyen képzést adni, hogy önkiszolgáló pénztáros tanfolyam. Hát ott áll egy, egy segítő, aki gyakorlatilag ezt végzi. Igen, sajnos kénytelen voltam is valamiért, a Muna, mert itt nagyon gyenge, különösen az ellátottság kis boltokban, egyedül egy kis zöldséges van, akit nagyon szeretek, aki valóban egy magyar vállalkozó és hát kellemes estére készültünk, és a, a pár dologban, amit vettem, volt egy üvegbor is. Ez konkrétan ebben a kékbetűs nagy áruházban volt, itt Zuglóban, és hát ott jó sok ilyen automata pénztár van, nem tudom, vagy 16-18, a sok pénztárgép is megvan még, de azokból egy vagy kettő működik, ami előtt hosszú a sor. És akkor gondoltam, hogy ez a pár dolog alá most tetszik, nem tetszik, bevásá... vagy elintézel ezt a bevásárlást. Hát, minden jól is ment, addig, amíg nem kértem a számlát, hogy adja össze. Közölte, hogy kell kérjem a kezelőt, mert alkoholos ital is volt a bevásárolt termékek között, és azt a kompjúter még nem tudja eldönteni, hogy én vajon elmúltam egy 18 éves. Történetesen az volt, hogy ez a szegény fiú, az az egy szem, aki erre a 12 vagy 16 önkiszolgáló pénztárgépre volt, ez valahol nagyon el volt foglalva, és marhára nem érdekelte az, hogy itt mi történik, úgyhogy hát egy olyan 5-6 percet ott tébláboltam, meg keresgettem, hogy helu, hát mentsék ki, hát, hát itt van, mennék már nagyon, tehát nem sokat spóroltam az időmmel sem abban, mint hogyha oda kivártam volna a két pénztárgépnél azt a hosszú sort, mert lehet, hogy előbb végeztem volna. Szóval akár honnét nézzük, ez mindenképp döbbenetes, és ezt mi éltetjük, mi tartjuk karban. Van egy a Nexus klubnak, és a, itt a kis közösségünknek egy ötlete, hogy teremtsük, megszervezzük, megszervezzük meg a magyar kiskereskedelmi üzletláncot. Megvan a minta, a hangya szövetkezeteket száz évvel ezelőtt tőseink meg tudták csinálni, sikerevitték, le van dokumentálva, rengeteget átvertünk tőle, modernizálhatjuk, átalakíthatjuk úgy, ahogy modernkor követelményeinek ez működjön, de ez a közös akaratra van szükség, ezt e, mi ketten, Laci, nem tudjuk megcsinálni ehhez. Kellene az a a, településekről, a, közösségekből, városokból érkező igény, hogy akkor igen, mert nem ördöngösség ám kereskedni. És hogyha a magyar kereskedelmi céget, céghálózatot hozunk, ellátási láncot hozunk létre, akkor azok nyilván preferálni fogják azt a kevés, még meglévő magyar termelőt és terméket, amit ezekben az üzletekben kedvezőbb báról lehetne adni. Na, szóval ez is elég felháborító. De tudunk változtatni rajta. Ez inkább költői ez a kérdés, hát nem értünk egyet a kormányjal, de nekünk kéne tenni, hogy valami változzon.